Sziasztok! Jönne akkor a második videó a héten, sőt lehet, hogy lesz majd több is, lehet, hogy még hétvégén csinálok egyet. A mai videóban arra szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan derülök, hogy beteg vagyok, meg hogyan jöttem én is rá, meg hogy kerültem egyáltalán be ebbe a rendszerbe. Ez is tanulságos eset lesz mindenféleképpen szerintem mindenki számára, nem csak a betegeknek, szerintem a egészségeseknek is, hogy mindig jó figyelni, inkább ezt mondom, különböző kisebb jelekre. Hát nekem az egész, hát így visszagondolva, augusztusban kezdődött az egész betegséges dolog, mert annyit tudni kell még rólam, hogy nekem 4 évvel ezelőtt volt már egy daganatos megbetegedésem, emiatt én rendszeresen járok onkológiai kontrollra, és utoljára júliusban voltam, igen, akkor voltam kontrollon a nyaralásunk előtt, és akkor például is vettek vért, elő voltam ultrahangon, meg tüdőröggenen, minden negatív volt, ez volt július 10-valahanyadikán. Meg volt a nyaralás, a többi, hazajöttünk, és augusztus, hát, közepe, elején is már voltam ilyen furán néha, de akkor még voltunk például Gergővel a Balatonon, akkor bulisztunk, nem vettem észre semmit, akkor hát július 19-én, mikor kint voltunk Hanyival pecázni, akkor éjszaka már úgy keltem, hogy szakadt rólam a víz a sátorba. Akkor csak azt hittem, hogy amiatt van a sátorba, beragadt a levegő, meg a hálózsák miatt, de effektíve nem éreztem magam rosszul. Utána a következő héten volt bent egy megbeszélés a központi irodával, én itt benn voltam rajta, és nagyon ment a légkondi, és másnapra rám jött egy ilyen száraz köhögés, hogy torkom úgy nem fáj semmi, csak tudjátok, a viszkető érzés, hogy köhögsz. És akkor az nem akart megszűnni, jöttek ezek az éjszakai izzadások, akkor ráfogtam arra, hogy meleg van nyáron, az augusztusban, meg szeptember elején meleg volt, minden nap úgy kelt el, hogy ki lehetett tekerni a vizet a takaróból, sőt, nekem mániám az, hogy reggel este tusolok. Reggel akkor szokás szerint letusoltam, ahogy kiszálltam a tus alól, rögtön szakadt rólam a víz, egészen még nem értem be a melóba, addig, majdnem átezorítom, az így beértem. De akkor sem gondoltam egyébként, hogy valami lenne, aztán simán a augusztusi nyári meleg, vagy szeptemberi meleg, és akkor teltek mondjuk a napok, az izzadásra nem szűnt meg, utána egyre jobban észre lett. Augusztusban nem is jártam edzeni például, ez is egy fontos dolog. Hát szeptember, nem, augusztus végén rám ilyen nagyon nagy fáradtság. Nagyon sokszor az volt, amikor hazaértem munkába, rögtön nekem kellett feküdnem aludni, és aludtam. Akkor azt hittem, csak ilyen túlterhelés. Ez a tipikus dolog. Utána szeptember elején mentem vissza edzeni, és akkor súlyméréssel kezdtem, és az feltűnt, hogy aztán 3 vagy 4 kilóval könnyebb voltam, mint mikor befejeztem, mert 95 kiló körül fejeztem be az edzést, hogy akörül mozogtam egész nyáron, és ilyen 90-91 kiló voltam. És az is kicsit fura voltam, mondom, úgy voltam vele, hogy biztos, hogy az izmot azért veszít az ember, de úgy, de mindegy. Akkor nekiálltam edzeni ugyanaz edzést erre, hogy csinálni, mint előtte, és már fél óra után már izé lihegtem, minden bajom volt. Utána kellettem futni egy kicsit, azt sem olyan bírtam, hogy elmentem szaunázni. A szaunában is van, elkezdtem szarul érezni magam, be is látosodtam ott, ahogy kijöttem, mert megint hazaértem edzés, utána beestem az ágyba és aludtam. Utána jöttek ilyen éjszakai izzadás mellett, valószínűleg láz, nem értem soha meg akkor a lázamat, hanem lefeküdtünk aludni, és éreztem, hogy melegem van, de nem izzadok. De forró voltam. Még Hajni mondta is, hogy olyan forró a testem, tehát nem éreztem magam lázasnak. Sőt, voltunk kint Fóton vagy Dunakeszin. Dunakeszin voltunk kint barátokkal, Petiékkel, Ádámékkal kajálni. És ilyen kaját, azt még külön mondom majd. Kint voltunk, és akkor is Peti, amikor így átette, hogy a vállát a kezét a vállamra, vagy a hátra, és ő is mondta, hogy milyen meleg a hátad, mondom, nem tudom. Viszont a kajára még visszatérve, és akkor szeptember elején úgy valahogy nem volt
volt étvágyam, mert éhes voltam, de viszont nem bírtam olyan jó ízűt enni. Szóval főként hús nem tudtam enni. Azt egyáltalán nem bírtam szinte. És akkor ez volt így szeptember elejéig. Ez így nem múlt, de úgy mondom, én ilyen nem volt olyan drasztikus nagy tünet ennek az egésznek. Viszont szeptember 11-én, szerintem 11-én, benn voltam az irodába, semmi bajom nem volt. Egyszer csak, hogy ültem a íróasztalomnál, elkezdett itt lent a borda alatt irdatlanul fájni. Tudjátok, amikor ilyen szúrni, mikor beragad a levegő. Akkor próbálni, hogy nyújtani, nem javult minden. A kocsival alig bírtam hazavezetni, egész úton fájt mind az állat. És otthon lefeküdtem, csak fájt. Nem akart elmúlni. Este is nagyon sokat szenvedtem vele, majd reggel fölkeltem, másnap. Fájt, nem annyira fájt már, mint előző nap, de úgy voltam vele, hogy bemegyek a sürgősségire, mert rá két napra mentünk volna, vagy másnap? Másnap, igen, mert szerdán mentem be a kórházba. Csütörtökön mentünk volna csapatépítésre, és ott lett volna ilyen mászkálás. Sos dolog, mondom, ne úgy menjek már, mondom, hogy fáj az oldalam, mondom, bemegyek a Uzsokinak a sürgősségére, és bementem az Uzsokinak a sürgősségére. Ott először rögtön megnéztem, hogy nem a bordám van eltörve. Igen, flottul ment mindez, nagyon gyors volt, meg is lepődtem, hogy ilyen gyorsan történik a sürgősségén. Valami kb. 10 perc alatt már velem foglalkoztak. Megnézték, hogy nem a bordám van eltörve, megnyomkodták, hasamat szétnyomkodták, vettek vért, rátettek EKG-ra. Az EKG is negatív, mindig csak vártak a vérképnek a eredményét. Akkor megjött a vérkép első eredménye. Ott azt mondom, közölték velem, hogy lehet, hogy tüdőgyulladásom van, de várnak még egy értéket, mert lehet, hogy tüdőembólián van. Ezért az már eldönt, hogy merre menni tovább a vizsgálat, hogy most tüdőröggelre kell mennem, vagy tüdő CT-re, de addig üljek le és várjak. Akkor eltelt megint egy óra, ha megjön az új eredményem, akkor mondták, hogy tüdő CT-be kell mennem, mert nem egyértelmű a vérképem. Átküldtek tüdő CT-re, megcsináltak a tüdő CT-t, visszakerültem, vártuk a CT-nek az eredményét, majd egyszer jött a lesokkolás, jött ki a sürgősségi csaj, aki kezelt, egy orvos, egy fiatal csaj, idatta a papírokat és közölte, hogy nagy valószínűséggel csontrákom van. Én meg csak így néztem, hogy mondom, micsoda? De mondja, hogy amúgy, hogy nagy valószínűséggel csontrákom van, mert hogy találtak egyik bordámon egy elváltozást, egy csontkinövést, aminek a struktúrája csontrákra utal, ezt az ő onkológusok telefonon keresztül állapította meg, hát mondom, ez így csodás. Mondta, hogy de amúgy meg a vérképemet érdemes lenne megnézni egy hematológussal, akkor ennyi volt a vérképről szó. Akkor mondtam neki, hogy várjunk már, de azért hívjuk már fel az onkológusomat, aki kezel engem, mert mondom, eddig semmi bajom nem volt, és mondom, két hónap ezelőtti kontrollomon minden rendben volt. Mondta, hogy oké, akkor fölhívtam az onkológusomat, a Baki doktornőt, és akkor egyeztettek telefonon, majd akkor visszaadta nekem a telefont a doktornő, és mondta, hogy hétfőn, mert ő már nyugdíjas, de szokott még rende, azokat a betegeit, akik még betegek és járnak hozzá kontrollőket, befejezésből mindig két helyen rendel, itt a Szent Lászlóban, meg a Szent Margit rendelőintézetben, én például a Szent Margitban járok hozzá, de hétfőn én itt szokott lenni a Szent Lászlóba. Azért mondta, hogy jövő hétfőn mindenféleképpen menjek be hozzá a Szent Lászlóba, és mondja, hogy ez nem úgy működik, hogy valakinek csak így csontrákja lesz, mondja, hogy nem, majd ő szeretné megnézni a dolgaimat. És akkor annyiba is maradtunk, addigra megint alig fájt az oldalam is, akkor hazamentem, persze ez volt szerdán, a tök idegeskedés, akkor csütörtök, péntek, szombat, vasárnap otthon voltam, végig evett az ideg, hogy most mi van, hogy van, hogy nem bíztam abban, hogy semmi nincsen, csak egyszerűen bármi, vagy valami félreértés lehet, el is múlt az oldal fájdalmam, és akkor hétfőn bejöttem a Szent Lászlóba reggel korán, direkt, hogy minél hamarabb végezzek, és akkor végül ugyanolyan kontrollástam át, mint máskor volt a Szent Margitba, vettek vért, ugyanúgy, és akkor mentem a doktornőhöz be, és bementem hozzá,
és akkor mondta, hogy a csonttal nem foglalkozunk, mert mondja, ez bármi lehet, mondja, hogy a értékeim nem ezt mutatják, viszont a vérképem az továbbra is nagyon rossz, és mondom, hogy rossz a vérképem, és mondta, hogy ez nagy valószínűsége egy leukémia lesz. Hát akkor ott letablózott, azt nem hittem el, hogy mondom, 4 év után újra beteg leszek, egy teljesen más daganatos megbetegedésre, úgyhogy 2 hónap ezelőtt semmi bajom nem volt. Akkor segített nekem elintézni a hematológiára, hogy legyen időpontom, és akkor ez volt hétfőn, és adtak rá egy hétfőre időpontot. Hát mondom, hogy mondtam a doktornak, eddig én nem bírom ki, mert én rosszul is vagyok, akkor már szakadt rólam a víz, valószínűleg megint belázasodtam, mondom, ez így nem fog működni, akkor próbáltunk magánorvost keresni, hát oda meg végképp nem voltak időpontok hematológiára, ilyen hónapok, egy hónap volt magánrendelés, hogy be lehessen jutni, de mindig ez volt a legközelebbi időpont, de mondta, hogy menjek át a papíréma, meg egy szomszédos épület volt a hematológia, meg a onkológia, hogy hozzam át a papírokat a beteg felvőnek, és adja melyik oda, hogy vegyenek fel a betegnek. Akkor átsétáltam, átjöttem, odaadtam a papírokat a betegfelvételen, akkor hogy megnézte ott egy nővér, vagy nem tudom, vagy orvos írnak, vagy nem tudom őket, hogy hívják. Ember, akkor azonnal mondta, hogy, jó, hogy nem megyek sehova, intézze nekem az orvos, menjek be a váróba, és majd szólítanak. Akkor leültem, rögtön ki is jött egy nővérke az egyik korteremből, és közölte, hogy akkor itt vannak ilyen különböző kit. És elkezd a tajkártyán meg ilyeneket, nem, kihozott rögtön egy csomó cetlit, mondja, hogy a párajtó arra van a vérvétel, akkor megint vért vesznek tőlem, akkor megint vért vettek tőlem, az a másodjára. Akkor vettek vért, ez egy másfajta vérvétel, mint amit az onkológián vettek, más dolgokat néznek benne, és akkor vártunk. Hát ott váltam, hogy 3 vagy 4 órát, míg minden érték megjött, és ott mindig jöttek szólni, hogy most nem tudom mit mondani, mert nincs meg minden érték, nincs meg minden érték, majd aztán délután 3-ig volt hivatalosan rendelés se ott a hematológián, és akkor, de nem ment az a doktornő, aki vizsgáltott engem, vagy hogy még nem hívott be, nem találkoztam vele, hanem vizsgálni fog engem, és akkor végül behívott, és akkor mondta, hogy nem kell csontvelőt venni, mert nagy valószínűséggel valóban leukémiás vagyok, valamilyen akut leukémiám van, azt nem tudják megmondani, hogy milyen, azt mondta, hogy 90%-ig biztos, mondta, hogy 10% esélyt ad még valamilyen vírusfertőzésre, de sok esélyt erre nem látja, van még pár érték, amit meg kell, hogy várjon, hogy 100%-os legyen, ezek csak holnap fognak megjönni, addig megvizsgált engem, ott azért már kezdtem egy kicsit összetörni, de még tartottam magam, majd mondta, hogy menjek nyugodtan haza, és akkor másnap délből telefonál, hogy mik a következő lépések, de készüljek úgy, hogy kórházba kerülök. Tehát akkor Hajnit megkértem, hogy jöjjön értem, és vigyen haza, mert képtelen voltam vezetni, akkor hazavitt, és akkor várni kellett. Akkor anyum akkor már följött előző hétvégén, kicsit is tartsa bennem a lelket, és akkor így 3-an vártuk otthon, hogy telefonáljanak, és akkor másnap délben hívott fel a doktornő, és akkor közölte, hogy biztosan egy akut limfocit leukémián van, és kórházba kell ezzel feküdnöm, úgy tervezzek, hogy ez több hónapos kezelést fog igénybe venni, és akkor ott megtörtem. Ott nagyon. Az első daganatomnál nem volt ilyen, itt most nagyon megzuhantam tőle, nagyon dühös voltam. Dütéreztem írdatlanul, hogy ez hogy miért van már megint ez velem. Főbbi leukémia, ami nem is tudtam, hogy mi, hogy, merre. És akkor első kérdésem az volt a doktornőtől, hogy meg tudok ebből gyógyulni, hogy, és erre azt mondta, hogy nem kezelnének, hogyha nem tudnék ebből meggyógyulni. Az egy kicsit megnyugtatott, és akkor utána mondta, hogy adott egy telefonszámot, mondta, hogy ez volt igen kedden, és mondta, hogy szerdán reggel telefonáljak be az osztályra, hogy van-e szabad ágy, addig megpróbálják előkészíteni, mert a szobákat a fertőtlenítünk kell 72 óraig, és nem biztos, hogy lesz már szabad ágy, lehet, hogy csak csütörtökön lesz a két fertőtlenítés. Így is lett, szerdán betelefonáltam, és akkor csütörtökön szeptember 19-én reggel 8 óra óta vagyok bent a hematológián. Először egy kétágyas szobában, majd egy szalva kerültem, és akkor egyszer voltam otthon 2 napot, a 2 ciklus közt, és akkor elkezdték a vizsgálatokat, de ezt majd egy másik videó mondom, hogy milyen vizsgálatokat.
ami ennek az egésznek most a lényeg a videónak, hogy figyeljetek magatokra mindig. Nem vagyok hipohonder egyáltalán, de így utólag visszagondolva, hogy mik voltak a tünetek, nehezen kell tudom megvárni ezt a fájdalmat. Ja, egyébként ez a fájdalom, ami volt a oldalbordám alatt, az kiderült utána, hogy a lépem görcsölt be, mivel már ment a sejtpusztulás a szervezetembe, és a lépem nem bírta ezt a terhelést, és begörcsölt, és ez volt a szerencsém, hogy elmentem a kórházba ezzel a fájdalommal megnézetni, és bekerültem a rendszerbe. Remélem nem volt lehangoló ez a dolog. Én nem tartom lehangolónak, mert inkább gyorsan kiderült. Ha nem mentem volna el, ez nagyon fontos dolog, nem mentem volna el, akkor egy-két... Akkor most nem beszélnek itt veletek. Valószínűleg egy-két hónap alatt elvitt volna ez a betegség, mert nagyon gyorsan meg bírja építeni a szervezetet kezelés nélkül. Kis mocsok, kis rohadék ez a leukémia, mert nagyon nehéz észrevenni, de célszerű, én azt mondom mindenkinek, néhány szűrésre elmenni. Egy sima vérképre. Egy sima vérképre kiderül azonnal, hogy a vérsejteknek az aránya, meg a hemoglobin szintek hogy állnak. Ennyi. Beszélgettem itt más betegekkel, náluk is ilyen tök véletlen derült ki. Influenzával kezelték két héten keresztül, minden is jelentek egy vérvételt, tehát ez kiderült, hogy leukémiás. Szóval egy vérvétel az mindig belefér. Szóval fél évente egyszer az ember elmegy a vérvételre, ez tökéletesen megfelel. Vagy hogyha úgy érzi, hogy van valami panasza. Mondom, nekem így indult izzadással, lázzal, köhögéssel, mint egy sima betegség. De hogyha például valaki ebből nem akar kigyógyulni gyógyszerek hatására, akkor érdemes házi orvosnak is nem javasolni, hogy egy vérképet nézzenek. Jó, ennyit szerettem volna ma. Legközelebb pedig a kezelésekről szeretnék majd beszélni nektek, hogy hogyan kezelnek, mit szurkálnak belé, mit nem szurkálnak belé, mi a beépített centrálvéna, gyógyszerek, kemoterápia, meg ilyenek. Jó, ennyi szerettem volna csak. És ami nagyon fontos, még mindig két szót ismerek, mindig és soha, küzdeni mindig, feladni soha. Sziasztok!